Sziasztok! Igen, elérkezett az a pillanat is, hogy fogszabályzós lettem, de ugye, hogy nem vettétek észre? Először is tisztázzuk azt, hogy ne haragudjatok, hogy néha szelpitek, vagy nem éppen jól ejtem ki a dolgokat, mert ez a fogszabályzó miatt van, ugyanis a nyelvemnek még hozzá kell szoknia, és mivel a nyelvem még nem jól járt be, ezért a hangképzésem is lehet, hogy egy kicsit másképp fog hallatszódni, úgyhogy ne haragudjatok. Nekem miért van fogszabályzóm? Ez a történet onnan kezdődött, hogy modelles videómban mondtam nektek, hogy mennyire borzalmasak voltak a fogaim a kiskoromban, és meséltem egy bizonyos szájtrénerről is, amit ugye rendszeresen használtam, így ahogy most kinéznek a fogaim, olyan lett. Nagyon sokan meg is dicsérték a fogaimat, hogy nagyon szépek, meg ilyesmi, köszönöm szépen, ez jól esett nagyon. De még mindig van mit rajta csiszolni, ezért elmentem a Cityland-be a fogorvosomhoz, és ő ajánlotta nekem ezt a bizonyos fogszabályzót, amit majd leteszek a leírásba. És csináltam ott egy videót is, ahogy a fogorvosnőm elmesélő, hogy tulajdonképpen ez mi is, és hogy nekem miért is kellett meg ilyesmi, úgyhogy ezt most bevágom nektek. Figyeljétek meg! Megérkeztek az Invisalign sínjei, úgyhogy szeretném kicsit ismertetni, hogy hogy tudod ezt használni. Ugyebár azért választottuk neked ezt a rendszert, mert szuper láthatatlan, nagyon kényelmes, és nem fog téged zavarni a mindennapokban. Így fog kinézni az első sín. Fogod te is érzékelni, hogy nagyon könnyű bánni vele. Tényleg abszolút láthatatlan. Pollának nagyon szépek a fogai, és ezzel most esztétikai korrekciót fogunk nála végezni, de egyébként a rendszer alkalmas arra, hogy nagyjából bármilyen fogszabályzós eltérést lehessen vele kezelni. Egy sínpárt 2 hétig kellene majd hordanod. 1 hét múlva kellene találkoznunk egy kontrollra. Akkor megnézzük, hogy tudod tisztítani a fogaidat, attól függetlenül, hogy van fogszabályzód, illetve hogy neked hogy tetszik a készülék. Használat során enni azt jó lenne, ha nem ennél benne, azt nem szabad. Étkezés előtt kiveszed, étkezés után megtisztítod a fogaidat, vagy esetleg átöblíted a szádat és visszateszed utána a fogszabályzót. És szerintem nagyon gyorsan meg fogsz vele barátkozni. A harmadik sínnél majd szükség lesz arra, hogy segítsük a fogszabályzónak kicsit a működését. Ez úgy fog történni, hogy tömőanyagból, ami teljesen a te fogszínednek megfelelő, kis bucikat fogunk építeni a fogadra, és ezáltal a fogszabályzó, ahogy fölilleszkedik, egyéb mozgatásokat is képes majd létrehozni. Ez kezdetben kicsit furcsa lesz, de mivel a sín gyakorlatilag folyton a szádban van, így nem lesz zavaró egyáltalán neked. Jó. Na. Úristen, de furta. Ez van még egyszer? Úristen, de... Nos, mint ahogy láthatjátok, ezt reggel vettem föl, most már kiengedtem a hajam, ugye hazaértem, meg minden. Kíváncsi leszek, hogy hogy fog ez hatni, és megpróbálok minél normálisabban beszélni. Az első pár napban van ez a szelpítés. Néhányszor amúgy jól ki tudom ejteni a szavakat, mert figyelek, de van, amikor nagyon hadarok például, és mondjuk nem veszem észre, hogy éppen... hogy beszélek, meg ilyesmi, úgyhogy ne haragudjatok. És az a vicces még, hogy pont a Netti Sancsára is fel fogok venni még pár videót pont ma, úgyhogy nagyon jól fog tudni beszélni, király. De az első bevételhez képest egész jól már beleszoktam, meg már belejöttem, úgyhogy tök jó. Régen rengeteg negatív dolgot kaptam a fogam miatt, mikor kicsi voltam, hogy kapafogú, meg kiharapja a pókot a sarokból, meg mindent megkaptam, amit egy kapafogú lány megkaphatott volna, nagyon rosszul esett, és ezért mentem el, hogy na jó, én ezért most tenni fogok, mert elegem van, és amúgy se éreztem magam jól. És most az a jó, hogy egy síkba fogja tenni ugye a fogaimat, mert ugye nem egyenletesek, és itt alul amúgy is van egy, ami kicsit beljebb van, mint a többi. Úgyhogy tökéletesre csiszolja a fogamat ez a sín. Jó, hogy együtt láthatjuk a változásom, hogy mi mindenem megy keresztül a fogam, szóval ugye Insta képeken is lehet majd látni, majd csekkoljátok le, leteszem az Instámat és a leírásba, és
Az lesz a jó. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog változni az idők alatt. És ugye ez hetente, ahogy a dok is mondta, ugye cserélni kell, úgyhogy kíváncsi leszek. Aztán most egy ideig valószínűleg a szájtartásom is másképp lesz, mert egyszerűen nem bírom összezárni a szám, mert még nem szokott úgy hozzá ugye az egész berendezéshez a fogam, meg ugye a nyelvem, meg ezek, és így itt egy kacsa. Körülbelül így tudom tartani a számat, de szerintem sok fogszabályzós megküzdködik ezzel, hogy nem bírja nagyon besukni a száját a fogszabályzó miatt. És a végére csak annyit, hogy remélem tudtam ezzel is segíteni, hogy ajánlottam, igazából a fogorvos segített többet, mert ő többet is tud erről a kezelésről, mint én, de remélem segítettem azzal is, hogy felvettem és elmondtam ezt, úgyhogy várom a fejlődésem, remélem ti is, aztán kíváncsi vagyok, hogy a fogszabályzósok hogy élik ezt az egész dolgot meg. Szóval írjátok le kommentbe, akinek például volt fogszabályzója vagy szájtrénere, esetleg megy ilyen kezelésre, mint én. Írjátok le kommentbe, nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mennyire változott meg hogy éltétek ezt meg ilyenek. Úgyhogy majd le fogom olvasni, úgyhogy majd írjátok le. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. És akkor a következő videóban majd találkozunk, és remélem addigra már megtanulok normálisan beszélni, és nem lesz ilyen sejpítés. Szóval, sziasztok!